Mozart! Azért jöttünk itt, mert így megjelent az, hogy vandálok szétverték a helyet, de mi úgy voltunk vele, hogy összefogtunk egy baráti társaság, és itt ünnepeljük a születésnapunkat lassan már 7. éve, és úgy gondoltunk, hogy összefogunk, összedobjuk rá a pénzt, és felújítjuk szépen. 14-15 ember szorgos kezére számoltunk, és nagyon-nagyon senkit nem kellett irányítani, szinte mindenki tudta, mi a dolga, mindenki segített, fiúk, lányok egyaránt, mindenki jöttek, és mindenki csinálta. Padok szét voltak verve, ezeket összefúrtuk, lecsiszoltuk a kerítést, és újra festettük a teljes kerítést, újra pácoltuk az asztalokat, mindent, hogy sokkal tovább bírja időtáról legyen, és sokkal szebb legyen. A régi biciklitárolónak a tetejét felújítottuk, az nád volt, szét volt rohadva, és újra cserepeztük, hogy szebb legyen. Segítséget az alpolgármester úr Ferencnek nagyon sokat köszönhetünk, ő pénzzel is támogatta a helyet, ő a fővédnöke, hozott léceket, mindent, bár mi is beleszálltunk ebbe a felújításba. Körülbelül olyan 40 ezer forinttal szálltunk úgy bele festékkel, páccal, üzemanyaggal, agregátorra, meg egyéb ilyen segítséggel, mert ugye csak itt vagyunk minden évben egyszer, akkor legalább legyen szép, és saját magunknak érezzük. Én mentőknél dolgozok már régóta, 15 éve, és ugye úgy vagyunk vele, hogy egyszer egy évbe kell lazítani is. Nagy örömmel fogadtam azt, hogy a Csákvári Laciék jelentkeztek hozzánk. Ők már hosszú évek óta kijárnak ide Tisza-szigetre, különösen mélypontra. Minden szeptember első hétvégén ők tartanak egy ifjúsági találkozót. Amikor olvasták, hogy gond van a mélyponttal, az önkormányzatnak a lehetőségei beszökültek, azonnal fölhívtak, és azt felajánlotta a segítségét, hogy munkaerővel, illetve szakmai tudásával megpróbálják a mélyponton azokat
azokat a munkátokat elvégezni, amely föltétlen szükséges egy turisztikai célpont esetében. De a legszükségesebb dolgokat vásároltuk meg, például a kerítésléceket, amik leestek, újakat vásároltunk, pálcót, lenolajat vettünk, cserepeket fogunk felrakni, tehát az alapvető dolgokat ezért meg tudjuk oldani. Ez a hely ez mindig nyitva van, bármikor megközelíthető, nagyon szívesen fogadunk csoportokat. Általában úgy szoktak, hogyha jön egy nagyobb társaság, bejelentkeznek az önkormányzathoz, és én mindig kijövök, kinyitom nekik a higiéniás blokkot, illetve néhány hasznos információt elmondok a településről, a környezetről, a látnivalókról, illetve hogyha úgy alakul, kerékpárra pattanok, és körbe is viszem őket kerékpárral a legszebb helyeinken. Fásítanunk kellene még a területen, a higiéniás blokkot kellene még egy picikét karbantartását megoldanunk, mert például lejött itt-ott a faburkolat róla, ezt fogjuk majd megoldani, információs táblát szeretnénk kihelyezni, hiszen sajnos teljesen ketté tört az információs táblánk, de kaptunk rá ígéretet a Laciéktól, hogy amennyiben mi meghegesztjük, akkor ők egy új információs táblát ki is raknak. Meglepő módon nagyon sokan eljönnek ide. A tavasszal, amikor a húsvéttól általában minden hétvégén egy 30-40 fő meg szokott itt jelenni. Igazából nem számoltuk még meg, nem csináltunk még erre kutatást, de valószínű, hogy ez is majd egy következő dolog lesz, hogy egy vendégkönyvet fogunk nyitni. Bárki beírhat majd jó tanácsot, hogy mi az, amit fejleszteni kellene a mélyponton, illetve hát nyilván, hogy megvannak esetleg velünk elégedve. Magyarnak születtem.